Dik 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 Giulio, te cigán fiú. Itt vagyunk, meg vagyunk, köszönjük szépen. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, szeretettel üdvözöllek benneteket, sziasztok! Egy elnézéskéréssel kell indítanom a műsort. Elnézést kérünk tőletek, mert egy órát csúszott az élő adás. Itt bizony pontosan az a fajta technikai történet van, ami mindig szokott lenni, hogy igen, a Dik TV sajnos még technikailag nem annyira van fölfejlesztve, mint mondjuk egy NASA stúdiója, ahol űrrakétákat lőnek fel az űrbe, és ott mindjárt 4000 alkalmazott dolgozik, nálunk csak kevesen. Egyébként szeretném nektek megköszönni azt a sok-sok videót, és még kérnénk szépen sok-sok videót, hogy miért maradjon meg a Dik TV, például az ilyen alkalmak miatt, hogy ne tudjunk másfél órát csúszni. De most hagyjuk is a mindenféle nyavajgást, már itt vagyunk, sziasztok, még egyszer az újonnan bekapcsolódóknak csókoltatjuk a kezeit, ha a hölgyről van szó, és jó estét kívánok, uraim, ha a férfiakról van szó. A stúdióban nem más van itt, ladies and gentlemen, Romelete Chevalier, hölgyeim és uraim, mind Dögös Robi és bandája, szevasztok, Baktálataven Sávár, sziasztok. Szevasz, Robikám! Isten hozott a fedélzetem, fiúk, mi már így régi ismerősök vagyunk, család, gyerekek, jó van. Család itt megkapta a testvére, meg mindenki, meg hála jó Istennek. Igen. Igen. Robi, mondd el, hogy vagy, mit csinálsz mostanában? Hát, meg vagyok, járok minden hétvégén zenélni. Halljátok ezt a visszhangot? Ez a Dögös Robi féle visszhang. Járok zenélni, ni. Igen, király. Hol voltál most legutoljára? Magyar Csanádon vasárnap. Magyar Pünkösdi Bál, igen. Igen, voltál arról is. Igen, az pénteken igen, voltunk. Jó, hála a jó Istennek. Fáradt vagy, jól vagy? Hát, megy a buli. Megy a buli, értem. Az a pirod energiával. Igen, hát figyelj, ennyi. Én személy szerint is egy nagyon régi rajongód vagyok. Egyébként folklór terroristának hívnak tégedet egyébként így a zenész körökben, mert te voltál az, aki felforradalmasítottad a dalszövegeiddel, meg a stílusoddal a folklór zene világát. Úgyhogy egy-kettő, igen, egy-kettőre ment ez. Nyugodtan, ha hozzátok vissza azt a hangot, tehát nem kell most itt variálgatnom, nehogy átáll is Giulio, mert tényleg falra mászunk, köszönjük szépen. Tényleg, na kerab a Giulio, most ne csináld, hagyd legyen neki ugyanaz a Dögös Robis visszhangja, hagyd menjen a Robinak, úgyis kezdjük a kívánságmisort. Figyeljetek, fiúk, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok, nagyon szépen köszönjük, hogy ti is türelmesen végigálltátok, ültétek és cigiztétek velünk a másfél órát, amivel csúszott ez a műsor. Köszöntjük a stúdióban, itt van velünk még Szifa, a Nagyesedi Fekete Szemekből, és itt van velünk Csabi is, úgyhogy őt is köszöntjük. A Csabi egyébként egy nagyon különleges ember, ő már csak úgy hívjuk itt ment a stúdióba, hogy kulcstartó, tehát ő tartja a Vani szívének a kulcsát zárva egy dobozba, ugye, amit a múltkor elrakott a Vani, beledobtuk, azóta az a Csabi őrzi, nem adja ki senkinek, de még erről ne izéljünk, mert lehet, hogy el is ássa azt a ládát, úgyhogy végképp nem lesz. Meg az a kulcs, hála jó Istennek. Robi, mit szólsz hozzá, hogyha így el is kezdjük a műsort azonnal, és nem húzzuk most már az időt, mert Kaposvárra kell menned után mennetek, Taszár érintésével. Igen. Igen? Úgyhogy fáradtak lesztek, de nem baj, hála jó Istennek, itt vagy a stúdióban. Annyit kell azért nektek mondanom, Robi, hogy a múlt héten már kiírtuk, hogy te leszel itt. Igen, és igen. Képzeld el, hogy most úgy kell kezdjem ezt a műsort, hogy kedves Dik TV-s nézők, már ne küldjetek dalt, vagy ne kérjetek most a műsor alatt dalt, mert egyszerűen, köszönöm szépen, Giulia, jó Isten áldja meg, de király vagy, megjött a hangom. Tehát, ne kérjetek most már több dalt, azt üzeni a Fruzsi, a kedves kollégina hölgyem, hogy ne küldjetek, ne kérjetek több dalt, mert egyszerűen már nem bírja a rendszer annyit kértetek Robitól, úgyhogy te vagy most az egyik legnagyobb sztár itt. Tehát tényleg, még ilyen nem volt egyébként, hogy a műsor elén azt kell mondjam, ne kérjetek, mert volt olyan együttes, hogy így várjunk még egy kicsit, hagyd kérjenek dalt, most nálatok meg fordítva, hogy már az elején ne kérjetek, úgyhogy köszönjük szépen.
Akkor vágjunk bele. Vágjunk bele, jó. Ennyi. Akkor figyelj, az első kérést engedd meg, hogy én kérjem így az első beolvasás mellett. A kedves feleségemnek meg ma nevezték ki, és a kisfiamnak, a Martinkámnak is kell küldenem ezt a számot, mert képzeld el, azt mondta, Robi lesz bent, apa. De mondom, fiam, leckét kell írni. Azt mondja, de apa, hagyd, menjek be a tévébe. De mondom, fiam, sokáig leszünk, reggel iskola, meg mit tudom én. Azt mondja, nem baj, apa, én megyek, meghallgatom a Robit. Jó, mondom, akkor még egyszer a feleségemnek és a kedves kisfiamnak és a kislánynak is küldöm. Te kinek szeretnéd küldeni az első számot? Hát én szeretném küldeni a drága szép feleségemnek, a Magdikámnak, és a kisfiamnak, a Robikának, igen? A hercegnek, a trónörökösnek, a dögös Robikának. A dögös Robikának. És az egész családomnak. És az egész családnak. Fiúk, ti küldtök egy számot? És mindenkinek. És így van. Minden Diktévé nézőnek is köszönjük a türelmet. Minden nézőnek és a családnak odahaza, a feleségemnek, fiamnak, szüleimnek, mindenkinek. Igen. Minden kedves Diktévé nézőnek, az egész családomnak odahaza, terhes feleségemnek és a nem sokára születendő kisfiamnak. Aj, de király ilyen? Vagy, köszönjük szépen a terhes feleségemnek. Jaj, de nagy király! Engem. Jó, ladies and gentlemen, hölgyem és uraim, és akkor kedves vendégeink, akkor most megvan az első csokor. Plusz. Horváth Attiláné is kért egy számot, Andy küldi a párjának, Gyulajra, Dollár Attikának. Ezeknél a cigányoknál buli van című szám. Sáj? Mehet? Igen. Akkor hagyd szóljon! Figyeljetek! Érezd az ütemet, már érezd már az ütemet, érezd az ütemet, már érezd már az ütemet, pa, szeged, szeged, gyere, gyere, hey, ezeknél a cigányoknál a buli van, főleg mikor a dögös Robi is itt van, ezeknél a cigányoknál a buli van, buli van, buli van. Főleg mikor a dögös Robi is itt van. Ne így áll testvér az életed ki, használom. Egész éjjel a dögös Robival húzatom. Ezeknél a cigányoknál buli van, buli van, buli van, buli van. Főleg mikor a dögös Robi is itt van. Gyere, gyere, le! Főleg mikor a dögös Robi is itt van. Helyezettél a cigányoknál buliban, 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 buliban. Főleg mikor a dögös Robi is itt van. Te így áll testvér az életed ki, használod. Egész éjjel a dögös Robival húzatod. Főleg mikor a dögös Robi is itt van. Hú, ez kemény volt, sziasztok! Na, megtört a jég, hála jó Istennek! Ezzel is elindult a műsor, ennek nagyon-nagyon örülök. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, kedves barátaim, nem mondom el sokszor, csak most egyszer tényleg az elején. Kedves Diktévés nézők, tényleg mindig ez az, már rám szóltak, hogy nem mondjam ezt, de mondom, hölgyeim és uraim, kedves barátaim és kedves Diktévés nézők, a következő számot beolvasom nektek. Na szóval, Tóth Kálmán. Sziasztok, szeretném kérni Dögös Robitól, Szerelemről álmodtam a számot apunak, anyunak, nővéremnek és Kittinek, öcsémnek, Norbinak és a kis hercegnek, Gyásztinak. És sógoromnak, Petinek, Nagy Halászból plusz, egy smile, mosolygos jel. Pat Klóz. Sziasztok, életemnek küldöm Pusztavacsra Hehér Heninek, Fejér Heninek és Pujárónak, Salgó Tarján, Babada Milánnak, legyetek szerencsések, Sávale. Bocsánat, megfáztam. Kutyó fia Adrián küldi az egész testvérének, Mercinek, Csabinak, Gyárra, Lőrincre, Gusztinak, Manónak, öcsémnek, Mamó kér egy gyorsba.
Igen, és be is könnyeztem, látod? Megjöttél, Robikám, és elsírom magam. Na szóval, fogadjátok nagyon sok szeretettel. Tehát szerelemről álmodtam, ha jól. Az jó? Igen. Hagy szóljon. Akkor fogadjátok a dögösöket és a zenekorától nagyon-nagyon sok szeretettel. Jöjjetek, szerencsések, Tambaktári Lóval és a Bali. Szerelemről álmodtam az éjjel. A nevem suttogom neked. Nem tudlak én elfeledni téged. Gyere, kérlek, szeress engem el. Nem tudlak elfeledni téged. Gyere, kérlek, szeress engem el. Liana, sé, Liana, ó, Liana, de jön, de tudom rá. Liana, sé, Liana, ó, Liana, de jön, de tudom rá. Szerelemről álmodtam az éjjel. A nevem sutta csak te lehet. Nem tudlak én elfeledni téged. Gyere, kérlek, szeress engem el. Magikám, nem tudlak elfeledni téged. Gyere, kérlek, szeress engem el. Liana, sé, Liana, ó, Liana, de jön, de tudom rá. Liana, ez az, Liana, ó, Liana, de jön, de tudom rá. Ez az? Legyetek szerencsések! Éljen! Hozzad! Gyere! Zsamó! Zsa-zsa, zsa-zsa-zsa! Liana, sé! Liana, ho! Liana, dejan, de tum rá! Liana, sé! Liana, ho! Liana, dejan, de tum rá! Szerelemről álmodtam az éjjel. Sutognak csak te vagy neked. Csaj, nem tudlak én elfeledni téged. Gyere, kérlek, szeress engem el. Csaj, nem tudlak én elfeledni téged. Gyere, kérlek, szeress engem el. Kaptátok, köszönöm szépen, ezt elkaptátok. Igen. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, kiköhögtem magamat, most már nem is sírok nagyon. Megjött Robi, most már tényleg mindenen túl vagyok, minden érzelmi hullám áthaladt a testemen. Hát most gondolhatjátok, miben vagyok. Köszönöm szépen. A kedves nézőknek mondom, hogy azzal a videóval kedveskedtünk nektek, ugye, hogy, és azzal reklámoztuk a Dick TV-t, hogy volt egy fiú és egy lány, aki táncolt, és mondtuk, hogy a jövő héten majd, tehát most, itt lesznek velünk a Robiék, és akkor volt egy gyönyörű fiatal kislány, és egy fiú táncolt vele. Na most ezt a kedves táncos párt elhívtuk ide a stúdióba, Kótai Timikét és Kótai Dezsőt, aki egyébként egy testvérpár, nem hogy összerakni őket meg mi újság, merre hány méter, tehát egy testvérpárt hívtunk el nektek táncolni. Ugye a következő számot az egy ilyen jó pattogós szám legyen, ne ez a túlvad gyors, de mit tudom én, azért elég dögös meg legyen. Köszönöm szépen. Dögös lomisat. Igen, köszönöm szépen. És már is olvasom a következő kérdést, kérést. Adrián Csáforda. Kedves, hello, kedves Dick TV, és kedves Dick TV, kedves Dick TV. Csáforda Adrián szeretné kérni Sárkereszt túra testvéreinek, haverjainak, ismerőseinek. Az országban azt pegykálják, szegény vagyok, de gazdagnak születtem című számot. Vagy gazdag vagyok, szegénynek születtem. Mindegy, van valami, valami történt a gyerekkel, meggazdagodott, de leszegény élet, vagy fordítva, nem tudom, valami, biztos valami történt ott a pénzügyi helyzetében. Az országban azt pegykálják, szegény vagyok, gazdagnak születtem, vagy hogy? Vagy fordítva? Gazdag vagyok, szegénynek születtem. Ennyi. Jó Istenem, de rossz. Na, egyszer a kis száz a vége, Dögös Robi alatt táncolt, tehát Kótai Timike és Kótai Dezső egy testvérpár. Figyeljétek, az ország egyik legkiválóbb testvér táncol. Csak kapcsoljunk az Adriánnak speciális a családjának. Legyen szerencsés rága testvérem, Tom Magdalé. De az országban az pletykáján, gazdag lettem, szegénynek születtem. De szép asszonyom, szép családom jár. Hely az országban, az lettáján, gazdag lettem, szegénynek születtem. Csaj van már nékem boldog.
házasságom. Szép asszonyom, szép családom, jaj. Jaj, hílom a dalom, az lesz az, halva a télom, de az országot én bejártam, szerencsémet megtaláltam tényleg. Hely vagány, dögös, Robi az én nevem, így ismernek, hát minden felejengem. Hely az országot én bejártam, szerencsémet megtaláltam. Ismernek már minden felejengem. Jaj, kilom a dalomát. Sidi-di-di-di-di, tiri-la-la-la-la-la-la-la. Sidi-di-di-di-di, oh-le-le-le-le-le-le. Kalamátéromát, sidi-la-la-la-la-la-la-la. Csak a jobb kéz van, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Köszönjük szépen, legyetek szerencsések, Savali! Csíha! Mintha magamat láttam volna táncolni, zenélni. Nem mint a Timike, hanem mint mondjuk a Dezsőke. Köszönöm szépen! Jó, kommenteket olvasok most nektek! Pat Klósz, Patkó, szép a lány, csinos vagy! Egy ilyen táncos csaj kell nekem, aki így jön el. Szép vagy, jól tudsz táncolni, a lány az profi, a fiú az még királyabb. Hát még ilyet! Köszönöm szépen! Hú, gyerekek, kedves Timike és kedves Dezső testvérpár, hát gratulálok a szüleiteknek, jól megtanítottak benneteket az általános iskolába így megtanítani. Hát ilyet, mi lesz veletek középiskolába? Jó, köszönöm szépen, kedves Robi, neked is nagyon szépen köszönjük a számot, te is rengeteg pozitív visszajelzést kapsz, majd mindjárt olvasunk be majd ilyeneket is, kedves Fúzsi kolléginám majd összegyűjti. A következő kérés Márti küldi férjének, Attilának egy szó elég, szexádba. Daniel Harkály Daniel is kért egy számot. Azt mondja, szeretnék kérni egy számot édesanyának, Harkály Ágnesnek küldeném egy szó elég című dalt. A gyerekei küldik nekik nagyon-nagyon sok szeretettel. Kovács Janika a következő kérés. Janika vagyok Mágocsról. Fiamnak, Nikolásznak, Szandinak, a Dögös Robitól egy szó elég. Fazekas Bertala, majdnem azt mondtam, Farkas Bertala. Ti csak az úrhajós csávó. Jaj, ezt nem hiszem el.
Gyerekek, a Szajúz űrhajóról kértek számot, ilyet a Dick TV-be. Hát látjátok, Robikem, ezért kell nekünk megmaradni. Az űrből kérnek tőled számot. Hát ilyet. Farkas Bertalan kérte a következő számot. Szeretném ezt a számot küldeni a két testvérenek, Horváth Patriknak és Farkas Vivénnek. Egy szó elég című számot Baktáletemen. Én tudtam, hogy ez a Farkas Bertalan cigány. Gyerekek, megvan az első cigány űrhajósunk is van. Úgyhogy ez ennyi. Tehát Kovács Janika, Farkas Bertalan. Nagy bajúszom van, igen, mondom, Gábor cigány, Daniel Harkály és kedves Mártika, egy szó elég nektek nagyon sok szeretettel. Dögös Robi előadásában. Hadd szóljon, egy szó elég. Figyelünk. Egy szó elég. Hey, hogy tudja még? Ez az? Gyere! Még a éjjel leszel az enyém. Megetek szeretős, hogy sem elég. Már rég és rég. Várom azt a percet, hogy jöjj felé, hogy az enyém legyen, ami a tiéd. De ha rám is megáll az idő, az eszem. Ez az? Legyetek szerencsések, köszönjük szépen, Robi. Hogy vagy amúgy? Meg vagyunk, köszönjük szépen. Iszol egy pohár üdítőt, kész valamit? Igen. Jó, oké, köszönöm. Mindjárt intézkedünk, a következőnél lesz majd egy reklám is nektek, hogy tudjatok inni. A stúdióba bekészítettünk 4 láda sört, 2 karton vodkát, 6 viszkit és mit még? Bombát is. Bombát. Igen. Úgyhogy következő percektől bombariadó lesz. Köszönjük szépen. És egy top joint. Oké. Igen. Okay. Ferci Kispestről küldi minden jó akarónak az Irigyeim sokan vagytok című számot. Jaj, Ferci Kispestről, sokan irigyelnek téged. Biztos tele vagy pénzzel? Vagy sok csajod van? Vagy sok autód van? Vagy egyáltalán? Vagy mind a három? Jó, Irigyeim sokan vagytok című számot. Köszönöm szépen. Fruzsi, ez az egy kérés van? Oké. Okay. Tehát kedves Ferci Kispestről küldjük neked nagyon sok szeretettel Dögös Robi előadásába. Hadd szóljon! Akkor hadd szóljon ez a szám a Fercinek, Kispestről és a családjának. Fogadja a Dögös Robitól és a zenekarától nagyon-nagyon sok szeretettel. Drága testvérem, legyél szerencsés a családoddal együtt, a Mimbakta lé. De irigyeim sokan vannak, minden kutyák kutyugatnak. Hora ugassanak, én nem bánom az életemet, ki aztán a téblát. Ugassanak, kéne bánom, szép az élet, azt kihasználom. Herci, menni, 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 muszáj menni, állj a családomat eltartani. Hey, 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 hoppa, 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 hoppa
fog a családom szólni tétán. Ha oda nem fogok tétbe menni, mit fog a családom szólni tétán. Ay le 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 la 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 la. Hát ilyen fergeteges műsort, köszönjük szépen, nagyon nagy királyok vagytok. Ladies and gentlemen, Romanette és Savali, hölgyeim és uraim, kedves barátaim, ma meg Giulio. Most légy szíves, rak be egy reklámot, elmegy a zenekar, pihen egy másfél, két órát, aztán jövünk vissza. Nem igaz, egy percre megyünk csak, iszunk egy pici üdítőt, mert itt ment a lámpáktól, megvadulunk, megsüketülünk, kiszáradtunk, és most jön egy gypsyvem szám, amivel kedveskedünk nektek, és aztán hagyd szóljon! Dick TV, Magyarország első roma TV. Hogy kezdődik a só az aranyházban. Jó a gágyi, a vakert úgy nyomja, mozog a csípője a ritmusra. Dik a tévé, dik, de lásolja, sok roma gágyi együttemre nyomja. Ez ne csak egy érzés, valóság legyen. Fogd meg a kezem, táncolj újra velem. Jó a buli, mindenki csak rád vár. Nyomj egy lájkot, gyere táncolj már. Szólj most velem! Dik a tévé, dik, de láss, hogy kezdődik a show az aranyházban. Jó a gácsi, a vakert nyomja, mozog a csípője a ritmusra. Dik a tévé, dik, de láss, hogy a sok roma gágyi együttemre nyomja. Ne csak egy érzés, a valóság legyen. Fogd meg a kezem, táncolj újra velem. Jó a buli, mindenki csak rád vár. Nyomj egy lájkot, gyere táncolj már. Beseg a vérem, mondd mit tegyek vele. Táncolj most velem! Muzsika.
első kezdődik a show az aranyházban. Ló a kácsi, a vakert úgy nyomja, mozog a csípője a ritmussal. Dik a tévé, dik-dik, de lásolja, sokrom a gácsi, együttemre nyomja. Ez nem csak egy érzés, valóság legyen, fogd meg a kezem, táncolj újra velem. Jó a buli, mindenki csak rád vár. Nyomj egy lájkot, gyere táncolj már. Bezseg a vérem, mondd mit tegyek veled. Mondj te is igen, gyere táncolj most velem. Jó a buli, mindenki csak rád vár. Nyomj egy lájkot, gyere táncolj már. Bezseg a vérem, mondd mit tegyek veled. És igen, gyere táncolj most velem.
Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim, kedves barátaim, már is folytatjuk a műsorunkat, itt vagyunk újra a DIKTV stúdiójában. Amint láttátok, annyi változás történt, hogy annyit ivott Dögös Robi, hogy le kellett neki ülnie, a 2 deci ásványvíz megfeküdte a gyomrát, egyébként nem igaz, Dögös Robi, kedves barátunk, kibicsaklott a bokája, vagy kibocsaklott a bikája, még nem tudjuk, de valami hasonló dolog történt. Úgyhogy ilyen állapotban vagyunk, Robi ülve folytatja a pályafutását, na nem úgy ülve, hanem ülve. Tehát, hölgyeim és uraim, kedves barátaim, már is folytatjuk a kívánság műsort, köszönjük szépen. Farkas Imre Gigó Hollandiából, Rotterdamból kért egy számot, küldi mennyasszonyának. Szép asszonyom van nekem, neki adom mindenem, mert a következőt majd, az majd a Robiék éneklik, a következő szót. Harkály Attila is küldi feleségének, Szankó Beátának, és azt üzen neki, hogy minél hamarabb gyógyuljon meg. Hála a Jóistennek, köszönöm szépen. És innen küldjük Dombóvári Rolinak és kedves feleségének, és gyönyörű egyetlen egyedi kislányának, Gyémántkának, a te komádnak is kérünk, küldjük ezt a számot, ugye? Igen, mert sok szeretettel megy neki. Így a van. Komájától, a Dolgos Robitól és a drága gyönyörű családjának szól ez a szám. Igen. És a zenekara is. Igen, és a kedves feleségednek te nem akarsz még egyet küldeni? Igen, szeretném küldeni a kedves feleségemnek és a drága fiamnak, a veretetlennek, a Robikának, annak a nagyon szép vagány csávónak. Fogadj az édesapukától nagyon-nagyon sok szeretet. Igen, és a Szép asszonyom van neked című szám következik, és az nyilván a feleségednek is szól speciálban. Okay, így van, egyenesen. Így van. Úgyhogy kedves Dögös Robi felesége, hogy hívják a kedvesedet? Magdika. Magdika, drága, csókoltatunk innen téged nagyon nagy szeretettel és tisztelettel a DIKTV stúdiójából. Ugye a következő szám mindenkinek nagyon sok szeretettel, Farkas Imrének, Harkály Attilának és kedves mindenkinek, aki kérte. Hadd szóljon! Egy-kettő? Akkor hadd szóljon még egyszer Domovára, a Roli komámnak, a drága szép feleségének és a Gyémántkának, a kislányának. Fogadja a komájától nagyon-nagyon sok szeretettel, és a Gígóiminek speciálba fogadja Dögös Robitól és a kedves zenekarától nagyon-nagyon sok szeretettel. És a nóta mondja! Te szép asszonyom van nekem, neki adom az életem, mert jóban, rosszban együtt van velem. Tari-ta-la-la-la-la, haj, mindent elfelejt nekem. Komám az éjjelen, mulatom mindenem. Komám, ilyen az én életem, kérlek, hogy bocsásson meg nekem. Mindent elfelejt nekem, éjjelen, mulatom, Roli, mindenem. Mert ilyen az én életem. És a Roli mondja a feleségének, nyúlj az Isten, éjjel elmulatom mindenem. Roli komám, milyen az én életem, kérek, hogy bocsásson meg nekem. Mindent elfelejt nekem, az éjjel elmulatom mindenem. Milyen az én életem. Mindent elfelejt nekem, ilyen elmulatom mindenem, ilyen az én életem. Roli mondja, de jója az Isten, én velem, mert ő dobta én nekem, elfogadta így az életem. De én mindent elfelejt nekem, az éjjel elmulatom mindenem, de ilyen az én életem, kérlek, hogy bocsásson meg nekem. Roli, mindet elfelejt nekem, az éjjel elmulatom mindenem. Roli, te ilyen az én életem. Szóló Mário, legyél szerencsés! Legyetek szerencsések, Tambakteri, Roman és a Mali!
Ezt elkaptátok, köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Rengeteg kérés érkezik még mindig, annak ellenére, hogy bemondtuk, hogy most már ne kérjenek tőletek, úgyhogy felrobbantátok ti is a netet, hát nem tudom, szegény Fuzsi hogy bírja. Mondom már is a következő kérést, Robert, Gulyás Robertnék, királyok vagytok. Igen, a tercelő srácnak is világi hangja van. Jajanyám, nem csak jó a fizimiskát, hanem... Köszönöm szépen, igyekszünk. Igyekszünk, köszönjük szépen. Úgyhogy rengeteg ilyen hozzászólást és kommentet kaptatok, köszönjük szépen. Már is olvasom a következő kérést, úgyhogy egy ilyen kis nagyítás után. Hallgató következik. Hogy álltok hallgatóval? Jó vagytok? Saj? Mindenkinek egy üveg viszkit. Köszönöm szépen. Jó. Akkor Salai Attila küldi Szexárdól az egész családnak egy szép hallgatót. Köszönöm szépen. Norbi Tüdő B. Jaj, ilyenké. B. Norbi Tüdő. Sziasztok! Egy számot szeretnék kérni. Gyöngyös, te az erdő, de magas vagy. Jaj, de jaj. Című számot. Köszönöm szépen. Melyik hallgatót szeretnétek énekelni? Mi a te kedvenc hallgatód, Robi? Ez, amit az erdő. Ez nagyon gyönyörű szép szám. A bulikba is nagyon szeretik, igen. Oké, és akkor még hozzáolvasunk még egy kérést, mert annyira sokan kértek tőletek dalt. Krisztián Góman is kért egy számot. Parancsolsz? Krisztina, Góman Krisztina, köszönöm szépen, Fuzsi, nélküled mi lenne itt velem. Rudinak küldeném Csörög be, sírok halkan csendben a felesége. Húha, sírok halkan csendben, sírok, vagy sírok a felesége csendben halkan. De nem tudom, tehát vannak ilyen verziók. Lehet, két dalt is össze lehet kötni, okay, hogyha bírjátok. Jó, köszönöm szépen. Azért vagyunk itt. Azért vagyunk itt. Szerencsés vagy. Akkor egy hallgató egy vele következik Dögös Tóbi előadásában. Hadd szóljon. Akkor nagyon az egész társadalom kivétel nélkül ez a szám. Fogadják a Dögös Robitól nagyon-nagyon sok szeretettel, és a drága kedve zenekaromtól. Éljetek 100 évig, tám Bakteri Romani Savali. Állj te egy csillag sem, ragyogni kell! Állj szívem sem ver, úgy, mint régen. Áj, de jaj! Legyetek szerencsések, támbaktáné! Áj, bánat öli a szívemet! A testvéreimet megsértem. És a nóta mondja, állj te egy erdő, de magas vagy. Állj, régen láttam testvéremet. Állj, de jaj! Állj, én az erdőt kivágatom. Állj a kisfiamat, én megláthatom. Ha
hallható. Aj, sírok halkon csendben, anyám egy magamba keserve. Aj, nehezemre jesél. Ugye Dögös mondja? Hajolja az Isten! Hajolja az Isten majd ne! Elkesel! Egér! Legyetek szeretősek, a mi bakkali! Köszönöm szépen! Hát nagyon nagy királyok vagytok, köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Most olvastam gyorsan én is a kommenteket, hát itt mi van itt a neten, meg a Facebookon, meg a chat oldalunkon. Köszönjük szépen nektek, fiúk, Isten királyok vagytok. A következő számot szeretném küldeni. Jennifer Bogdán, sziasztok, Dombóvára küldeném a verhetetlen gyémánt szemű Liliana hercegnőknek, akinek a szépsége felülmúlhatatlan, és az egész Boldi családnak a zene, a zenét, amit kérünk, királylány, rajta tökéletes alátvány. Királylány, rajta tökéletes alátvány. Ennyi. Igen, Kozák István, Gyémi, sziasztok, Gyémi vagyok, küldeném ezt a számot lányomnak, Janelkának, Janelkának, Janelai Szésukár, Kozák István, Gyémi, ha te vagy az a Gyémi, aki a videót küldted, drága Gyémikém, neked innen a Dik TV stúdiójából is nagyon szépen köszönjük azt a videót, ami a Dik TV megmaradása érdekében tettél föl, nagyon kedves, nagyon úriember cselekedet volt, úgyhogy innen nagyon szépen köszönjük, igazán jól esett ez nekünk, úgyhogy szívünkön viseljük mi is a Dik TV sorsát, és azt a fajta kedvességet soha az életben nem fogjuk neked elfelejteni a videóddal, amit küldtél nekünk. Köszönjük szépen, úgyhogy ezt a számot természetesen kapott te is nagyon sok szeretettel. És engedjétek meg, hogy az egyik ilyen állandó kedves nézőnknek is küldjük innen, bocsánat, Balog Attila Szögesnek is küldenénk, ő az Aranyesőt kérte, de biztos megbocsájt nekünk Balog Attila Szöges, hogyha nem az Aranyesőt kapja, hanem a Királylány rajta tökéletes alátványt. Oké. Okay. Jó, jó, ez így mindenkinek. Tökéletes, minden. Köszönjük, tökéletes alátványt. Hadd szóljon akkor, hadd szóljon a Csabani. Gyémi, tanboktálomó. Aj, Királylány, rajta tökéletes alátvány. Hey, hey, úgy ragyogsz te még, a legszebb az égterem. Pici kislányom, én téged szeretem. Ajándék az édesapától, egy aranykoron a brillekből. Az Isten áldjon benneteket, a kislányodat szeretitek. Ajándék az édesapától, egy aranykoron a brillekből. Az Isten áldjon benneteket, hát ébrani. Legyetek szeretnések, Tabaktani, Romar és Adani! A legszebb porcelán, Liliana két szemed, az ég szeret. Liliana, én téged szeretlek. Egy ajándék az édesapától, egy aranykorona a brillekből. Az Isten áldjon benneteket, hogy a Lilikét szeretitek. Egy ajándék az édesapától. Ajándék, a keresztapától, a koronabillekből.
Úristen, mi van itt, mi van itt, mi van itt? Köszönöm szépen, te is kérj egy számot, itt mindenki kér egy számot. Giulio, Giulio, kerd középre vissza a mikrofon, az izét. Jaj, annyira. Kedves nézőink, köszönjük szépen. Itt vagyunk, meg vagyunk, megjelentük. Giulio el van ájulva a táncos lánytól, az az igazság. Most éppen azon gondolkodik, hogy elhagyja a feleségét, de kiszúrunk vele, nem engedjük. Úgyhogy köszönöm szépen, a Barbie mindent lát, úgyhogy nem figyelt oda a kedves Giulios testvérünk, és üres színpadot mutatott itt még, mielőtt mi már itt javába beszéltünk. Infarktus kapott Timi! Timike, kedves Kótai Timike, ne táncolj többet, a Giuliót koporsóba teszed, na keraba. Jaj, nem szabad, nem szabad. De nagyon jó táncol, azt meg kell mind a kettő nagyon szépen táncolni. Köszönjük szépen hagyni. Egyébként a két táncosunknak, ő egyébként egy testvérpár. Ugye Timi, légy szíves, vedd, csak így meredve te állj meg a színpadon, mert Giulio tényleg tepsibe kell. Giulio is meg van meredve. Én meg szeretném köszönni. Meg ilyen ez a nagyon jó táncos csapat. Köszönöm tényleg, szépen. Hogy le a kalappal, el vannak ismerve a Dögös Robinak is, és a zenekarának is. Köszönjük szépen. Úgyhogy kedves hölgyeim és uraim, majd a műsor vége felé be is mutatjuk a két táncos, itt egy pici mini riportot készítünk velük. Közben képzelek, Angliából telefonáltak most nekünk egy perccel ezelőtt, hogy Mónika küldi a horvát családnak, ők is kaposváriak, kint élnek most valamilyen Hamptonba, Hamptonba, Angliában, és küldi egész kaposvári cigánynak tőled, és a kedves férjének Gyurinak, úgyhogy most beszéltem vele tényleg egy perce, de ez csak azért van, mert véletlenül felvettük a telefont, te képzeld el. Ami jár, az jár, ennyi. Te kinek szeretnék küldeni számot? Én szeretném küldeni a drága komámnak, Érdre, a Beri Zoltánnak, és a kedves feleségének, a komaszonyomnak, a Barbinak. Igen. Házassági évforduló, hogy mivel szombaton lesz, és a kislányuknak, a Jennifernek, annak szintén szombaton lesz a szülinapja, és szeretnék kívánni nektek egészséget és boldogságot, hossz életet. Köszönöm szépen. A Dögös Robitól és a zenekarától. Jó. És még magyar családra szeretném küldeni a Misi testvéremnek, a drága kedves feleségének, az Arankának, és a Johnny-nak, a fiának, a Veretetlennek, fogadja a Dögös Robitól, a testvérétől nagyon-nagyon sok szeretet. Gyerekek, amit én itt megtanultam veletek kapcsolatban, hogy közben Dombóváron és Kaposváron mindenki verhetetlen. Ennyi. Jó, hát akkor én még nem jártam ott olyan sokat, mert majd ha én nem megyek, akkor jössz. Én is verhetetlen leszek. Ennyi. Köszönöm szépen. Közben, kedves nézőink, egy kicsit halkan mondom, hogy csak csináljátok, hogy... Ja, Giulio sógor lett, közben kiderült. Giulio fog táncolni egyet Timikével. Jó, nagyszerű. Jó. És közben Kozák István Gyém is küldi, ne köszönt Pisti, azt gondolom, hogy ez az alaptestvérem, hajrá Dik TV. Drága Gyémikém, le a kalappal előtted, én csak azt tudom mondani neked még egyszer, köszönöm, Isten király csávú vagy. Tényleg ez talán az egyik legnagyobb tisztelet, amit felénk tudsz nyújtani, és mi ezt nagyon-nagyon szépen köszönjük neked. Azt gondolom, hogy ez az a fajta összetartás, ez az a fajta egymásra való odafigyelés, a legfontosabb alapja a Dik TV-nek. Úgyhogy köszönjük szépen. Egy rajongó küldi Vaninak és Csabinak a nézést, meg a járását, plusz Rafael Maca, küldöm a testvéremnek aranyszemektől, és lejátszátok a boldog születésnapot meg Lejlától. Köszönöm szépen, de nyilván majd a nézését, járását fogod kapni Rafael Maca. Köszönöm szépen. Tehát akkor a nézését, járását lesz? Igen, köszönöm szépen. És kedves mindenkinek küldjük nagyon sok szeretettel, a kedves mindenki, akiket már az előbb felsoroltunk, köszönöm szépen, úgyhogy a nézését, járását. Ez megint az a dal, Dögös Robitól még nem hallottuk, valami speciális rakjál már bele. Okay. Ne csak simán, tudod, okay. hanem valami különleges legyen, mert nézését, járását Kisgróf után szabadon most már 40 millióan éneklik. Megpróbálunk mindent elkövetni, hogy jó legyen. Ennyi, köszönöm szépen. Akkor nézzük, szeretjük az egész családot, hogy együtt a Vénbaktali. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének karigását, száz aranyért nem adnám, száz aranyért, ha nem ad. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének karigását, száz aranyért.
nektek, szerencsések Savali! Egy-kettő? Köszönjük szépen, kedves barátaim, kedves hölgyeim, kedves uraim, kedves diktévés nézők, köszönjük szépen. Giulio táncolt egyet, erről van szó, Giulio megkapja a nagyecsedi bódi szemek, nem bódi szemek, nagyecsedi fekete szemektől, a Bódi Family-től egy kitüntetés, Szifa személyesen fogja átadni neki egy dal, igen, természetesen, úgyhogy... kap egy hangszórót a Giulio, egy csukott szemmel, igen. Köszönjük szépen! Kedves nézőink, már is folytatjuk a műsort, de még kinek szeretnék kérni, testvérem? Neked bármit szabad ma este. Szeretném küldeni Edrejre, a Meli húgomnak, és a kedves szép családjának, és a nagyon szép kislányának, a Melissának, fogadja a Dögös Uritól, a bátyától nagyon-nagyon sok szeretettel, és kedves szép családjának, a Dudukának is, a Csillának is speciál, az öcsének, a keresztfiamnak, és Kaposvára szintén a húgomnak szeretném küldeni, a Koletkának és az öcsi, a fiának, a Nikolásznak, fogadja a Dögös Uritól nagyon-nagyon szeretettel a bátyát. Így van, következő számot. Éljenek száz évig. És olvasom a következő kérést is. Rozália Virágné szeretnék kérni egy számot Törökszem Miklósra, Nagyhajú Patriknak, szeretem a családomat, küldi Rozi és Csabi. Zsiga Márton is kért egy számot. Sziasztok, Zsiga vagyok, a 9 kerületből, szeretném küldeni feleségemnek, családomnak, szeretem a családomat című számomat. Köszönjük szépen. Úgyhogy hát ez fantasztikus, hát mindenki szereti a családját, hála Jóistennek. Megvan ez a szám? Hogyne megy, hogyne, persze. Ami jár, az jár. Jogosulvusan, ami jár, az a jár. Ennyi, köszönjük ennyi. Szépen. Hadd szóljon mindenkinek. Fogadjátok nagyon sok szépen. Oké. Te jó Istenem, mit csináljon? Te szeretem én a
szerencsésektán baktani! Ezt nagyon bírom. Legyetek szerencsések, tambaktále. Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim, kedves barátaim, köszönjük szépen a táncot ismételten Timikének és kedves Gyurikának, a testvérpárnak, nagyszerű. Már is folytatjuk a kívánság műsorunkat. Rengeteg dalt kapunk még mindig. Figyeljetek ide, én látok ilyeneket, hogy 2 gram. Ismertek ezt a számot? Muszáj. Megismertek azt a számot például, hogy 7-es BMW SL Mercedes. Azt én írtam. Te írtad ezt a számot? Atyavilág, én azt úgy tudom mondani, hogy volt egy nyár, hát olyan sok nyár van, és tényleg Balatonról jöttünk vissza, és tényleg egy 7-es BMW-vel utaztam, és tényleg 260-nal jöttem föl, egy nagyon rövid szakaszon, mert ugye mérnek. Aztán, igen. Úgyhogy, és szólt a dögös Tóbi, 7-es BMW, SL Mercedes, 260 a végsebesség. Hát figyelj, ez ilyet szeretnék én hallani most tőletek. Horváth Evelin is kért egy számot, Dombóvárról, kislányának, királynak küldi, lányomnak minden, a lányomnak mindent megadok, című számot. Laura Dögös, Dögös Laura, kislányod. Jaj, szia Dögös Laura, te vagy a kedves kislány, a Laura. Szia, itt van édesapád mellettem, szia, egy számot szeretnék küldeni, vagy kérni édesapámtól élőben, az egész családunknak szeretném küldeni a számot. Figyelj, Robi, ez a 2 dalt játsszuk most már el, amit kértek a kedves közösség, a Dögös Laura és a kedves Horváth Ervin, akkor most énekeljük el ezt a számot, mert ez egy ilyen szimbolikus Dögös Robi szám. Addig szíved, amíg van 2 gram, meg a 7-es BMW, meg a... ez az igazság, ez hozzájuk tartozik. Ez a legnagyobb dal, amit itt így hozzád fűzhető. Mert mit tudom, a Kályáknak is megvan a mindenféle száma, Boldigusztéknak is, hála Istennek. Ez rengeteg olyan dalt adtak a folklór kultúrának. Dögös stílus. Ez a Dögös stílus. Dögös Robi stílus. Tényleg, honnan választottad a nevet? Hogyan lettél te Dögös Robi, őszintén? Hát most megmondom a frankot, 14 éves lettem, és egy barátomnak a születésnapjára elmentem. Igen. És rám ragadt, hogy beléptem a lakásba, és azt mondja, tiszta Dögös vagy. És azóta az Isten sem mossa le rólam, hogy Dögös Robi. Értem, és akkor hány éve zenélsz? 12 éve ilyen, úgy mondom, hogy járom az országot, igen. Igen, gondolom sokat hívnak külföldre is, igen. Családi rendezvények, igen. Meg egyéb születésnap. Nem van a nótában, menni, muszáj menni. Ennyi, köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, igen, Vargas, küldeném a 7-es BMW-t. Vargas, W-vel, Vargas. We would like to send a song just for you, just now. 7 BMW. Ennyi. Hadd szóljon. 7-es BMW, Dögös Robi. Érezd az ütemet, már érezd már az ütemet. Érezd az ütemet, már érezd már az ütemet. Ja,
Legyetek szerencsések támbaktani! Hát ez nagyon nagy királyság. Köszönöm szépen, Robi, Isten király vagy. Természetesen neked ma minden szabad. Dögös Tobi is szeretné még kérni még egy számot. Az van, hogy a Dögös Tobiek családjában 4440-en vannak. Nagyon sok gyakorlatilag a Kaposvár fél, nem igaz, másfél kaposnyelvárnyi, egész Baranya, Tolna, Vas, Zala megye, az Dögös Tobi családjából áll. Gyakorlatilag választásokon majd, ha indulnak, és Sopron is, igen, környéke is, az mind az övék. Ha választásokon indulna, akkor gyakorlatilag Somogy is, persze. Így van. Somogy-Sopron. Így van. Jó, Robi, ezt megbeszéljük a választásokon, lehet, hogy te leszel a Magyarország miniszterelnöke. Végez. Azt kizárt. Még ez a meccs nincs lejátszva. Ugye, kinek szeretnél küldeni ezt számot? Hát szeretném küldeni Domovára, nagyon jó bátyámnak, Győri Lajosnak, úgy nevezem, a nagyfőnöknek. A nagyfőnök, a Big Boss. És a fia Mário is szeretnék küldeni. Igen. Az édesapjának, a Győri Lajosnak. Igen. A Lacsika is szereti küldeni az apukájának, a Győri Lajosnak, és a Varni is szereti küldeni a bátyának. Nagyon-nagyon sok szeretettel, kedves szép családjának. Természetesen. Fogadja, nagyon-nagyon sok szeretettel a Dögös Robitól, az öcsétől. Ennyi. Szerencsések. Big Boss, nagyfőnök, neked szól a szám. A és nem utolsó sorban a kedves feleségének, a nényémnek. A nényének, hát persze, nénye, hála jó Istennek, nénye, bátyja, Big Boss, figyelj oda, neked szól a szám. Messesi, Prolug, igen. Sziasztok, Szombathelyre is küldeném Kis Kuszlik küldeni apjának, a Kuszliknak. Van a Kuszlik, meg a Kis Kuszlik. Tehát Kuszlik, Kis Kuszlik. Mind a ketten kapjátok a számot, az egyik küldi a másiknak, tehát a Kis Kuszlik küldi a Nagy Kuszliknak. Köszönöm szépen. És barátainak, Messesnek, és Kevinnek, és még azt mondják, hogy nincsen cigánybáró. Köszönöm szépen ezt a számot. Illetve Messesi Peti is kért egy számot. Sziasztok, Kaposvárra az Oci öcsinek, feleségének, Magdinak, Kaposváron is feltámadt a szél. Szeretném kérni köszönettel a Dik TV stábjának. Testvérem, fogad tőlünk szeretettel, és kedves Proluk, te is, és Big Boss, a Bruce Lee-ból a Big Boss, fogad szeretettel. Állj fekete nadrágot beszél, állj világ csavargója le! Csak Lajos bátyám, Tambaktali.
Köszönjük szépen Lajos bátyának, Lajos bátyát innen csókoltatom. Ha egyszer arra járok felétek, bemegyek hozzád nagyfőnök, és iszunk egy nagyfőnök nevezetű italt, viszkinek hívják. Igen. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, már is folytatjuk a kívánság műsorunkat tovább. Egyébként megérkezett a stúdióba a kedves Timinek és Gyurikának a baráti társasága, úgyhogy gyarapodott itt a Dick TV stúdiójában az egy négyzetméterre jutó cigányok száma, úgyhogy köszönöm szépen. Gyarapodunk. A következő kérést már is olvasnám, de még mielőtt ezt elolvasnám, ma egy képzeljétek el, egy rólatok szóló információt szeretnék elmondani, és minden kedves Dick TV-s nézőkről szóló információt szeretnék elmondani. Ma volt itt egy nagyon komoly délután, egy nagyon komoly politikai megbeszélés itt ebben a stúdióban. A Dick TV jövőjéről volt szó, és úgy általában a cigányság helyzetéről. Hát nagyon izgalmas volt, holnap ezt is leadjuk, csak hogy ebben a stúdióban nem csak a zene és mulatság van, testvérem, hanem komoly tudományos gondolkodás is folyik erről. Már is olvasom a következő kérdést. Dögös Csilla, hányan vagytok, Robikám? Robi! Nővérem kislányom. Nővérem kislányom, nővérem. Az egész Dögös család, a jó Isten egy dögkutat adjon nektek. Dögös Csilla. Ennyi. Tehát, kis Csilla kedves, sziasztok, drága Robi bátyám, Hújjatok levelek című számot szeretném kérni tőled, a te Csilla hugot szeretlek. Mi szeretünk, kedves Csilla, nem ismerlek, de biztos, hogy nagyon lehet benne, szeretünk. Kozák István Gyémi, ha lehet, csak akkor kérnék, míg apámnak, meg a grófónak, a testvéremnek azt, hogy megpróbálok apám a nevedhez méltó lenni hallgató, de ha lehet egy másik gyerektől, köszönöm szépen. De ha lehet, akkor a másik gyerektől tőled kérik, testvérem. Sajzsal, nem megy ez a szám? Megpróbálok hozzád. Kedves Gyémi, arról van szó, most elmondjuk itt nektek a frankót, hogy egy ilyen egyveleget fogsz kapni. Egyrészt a kedves barátunk nem tudja a dalt, teljes mértékben a szövegét, egyrészt meg ne haragudj ezért. Majd figyelj Gyémi, van egy ötletem. Mit szólnál hozzá, hogyha, mert ezt a számot Gyémi apukája, ugye az öreg grófó és a testvére, a kis grófó kérte. Mit szólnátok hozzá, Gyémi, hogyha most válaszolsz nekem, és most nézed a műsort, hogy az öreg grófót, tehát az igazi nagy császár, Isten király grófot, az Isten király Dögös Tobi testvéremmel egyetemben itt lennétek és eljönnétek a Dick TV stúdiójában, te kis grófó, nagy grófó, az lenne egy igazán nagy robbanás, és itt elénekelnétek nekünk, az lenne a nagy királyság. Köszönjük szépen, és de kedves Csilla, akkor a szám megy neked, és kedves Gyémi, amit most fog énekelni a Robi és kedves zenekara, az természetesen neked is megy, természetesen a grófó, az öreg grófónak, ugye a nagy nevezetes császár grófónak, kis grófónak, és neked is, és a kedves családjaitoknak, mindenkinek nagyon sok szeretettel köszönjük szépen. És a kedves Csillának, a te kedves kis fugodnak. Legyetek szerencsések, Savali! Saj! Akkor a grófó bátyámnak is, a családjának, a kis grófónak is, a Jamie-nek is, ezek egy családjának fogadja Dögös bőcsétől nagyon-nagyon sok szeretettel. Legyetek szerencsések! Te újatok levelek, jegyetek elő! Sírva kerek, ez engem jár. Gyere, Sáré! Gyere, kerestek, kerek! Ez az, Sáré! Csirigibiripapapa, csirigibiripapa,
lettek szerencsések, te megbaktani. Köszönjük szépen, ezt megint elkaptátok, nagyszerű volt. Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim, kedves barátaim, már is olvassuk a következő kérést befelé, nem beszélek most nagyon sokat. Orsós Vendel, kérem, be van Kolozsvár kerítve című számot, Kozár Mislenybe, Sanyának és Krisznek nagyon sok szeretettel. Köszönöm szépen, Orsós Vendel. Hát, kedves Vendel, Nurok 25 Ácsa, Bünefit 25-os. Szia, Fracilor testvérem! Köszönjük szépen! Ez az egy szám van kérésnek, köszönjük szépen! Tehát be van Kolozsvár kerítve. Sáj, mehet? Igen, akkor hasonljon a Vendel bátyámnak és a drága szép családjának, a Dögösobitól, a Máriótól, a Lacsikától és a Barnitól. Fogad tőlünk! Nagyon-nagyon sok szeretettel, te nem baktál el! Nem ez úti dimizója! Be van Kolozsvár kerítve, Húsegrárice! Húsegrárice, de hop, 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 számra bol, számol, zsá, 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 zsá. Ajaj, ta-la-la-la, ta-la-ta-ta-la-na. Ajaj, la-la-la-la, la-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 la. Ajaj, la-la-la-la, szerencsések! Köszönjük szépen, már is itt vagyunk. Egyedül vagyok a kameraman, egyedül vagyok a hangmérnök, egyedül vagyok a táncos, egyedül vagyok most minden. Igazság szerint nem igaz, mert Fuzsival ketten vagyunk. Szegény Giulio elment és megmerett, mi a szokásához híven. A táncos lány miatt szív, görcs, hengerfej, szimering, gyulladást kapott a fiunk, ami kedves hangmérnökünk, és megmered, képzeljétek el, most ilyen láttatok még ilyen félkövér cigány gyereket, így tényleg kimeredve, jaj anyám, ez a stílbe utazik a fiú. Köszönöm szépen, te lehetsz nyugodtan vidámabb. Az életnek mennie kell tovább. Jó, itt van! Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, kedves diktévés nézők, már csak három dal bejátszására van időnk, hiszen Kaposvár ugyanolyan messze van Budapestről, mint Budapestről Kaposvár, úgyhogy egy jó, kemény, gyors, okay. Három nagyon kemény betyár számot fogunk nektek lejátszani. Kedves Fuzsi meg beadja nekem azokat a kéréseket, amelyeket még itt lehet mindenkinek. Az is jó, Fuzsi, hogyha a sok-sok embernek a sok-sok nevét felolvasom. Hát, hogyha így mindenki megnyugszik.
ha gyűjtötted volna. Oké, okay. A következő számot kérné, DJ Gyűrűs, kérném a Borsodi Cigányságnak Robitól Kaszinó című számát, üdv Csoki, de király vagy a Borsodi Cigányságnak, hogy még ilyen kedveset. Köszönöm szépen, DJ Gyűrűs. És ez az egy szám. Mondjad még egyszer. Jessica Császárnak. Hogy? Don Négónak is, küldjük. Santana Carlosnak is küldjük. Robertné Gulyásnak is küldjük. Alex Olának is küldjük nagyon sok szeretettel. Orsós Lacinak is küldjük nagyon sok szeretettel. Faragó Armando, Faragónak is küldjük a számot. Góman Krisztina, hát téged ismerlek, biztos nagyon király vagy. Góman Kriszti, áldjon a jóisten. És minden... Minden Peti? Meszes Peti, Jaj, anyám! Pat Klóz, Klose, Klóz. Aha, nem C-vel, értem, Klóz. Tehát nem Klozet, Klóz. Oké. Okay. Mindenkinek tehát nagyon sok szeretettel egy nagyon kemény dögös Robi számot. Melyik legyen az, tesém? Ezt be kell olvassam, egy következőt. Ezt kiszédítette a Fruzsinát. Vannak olyanok, akik kiszédítik Fruzsinát. Még Giulio megmenet, Fruzsi kiszédül. Alex Olá, kérlek a Dick TV-ből, hogy adják be az egyetlen egy zenémet. Adjátok le dögös Robinak. Kamika kér Gyöngyös Orosziból. Kicsi vagyok, de nagyon szegény, szerintem. Ugye? Mehet ez a szám? Igen. Akkor hadd szóljon a Kamitás üremnek és az egész családjának. És mindenki másnak, akik az egész társadalmat, mindenkinek, akik társadalmat. Hadd szóljon! Fogd meg! Yes. Te pici vagyok, te nagyon szegény! Senki táj nincsen. Hozzád szennyed, szennyed, szennyed. Oly, testvéri, megad a perem. Hásik. Ége la 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 la
Hú, köszönöm szépen, de megoldhatjuk. Utolsó előtti szám következik. Mi? Oké, Giulio, kedves nézőink, most megint egy egyperces reklám következik, és már is folytatjuk a műsorunkat. Még van kettő dalunk, de most egy percre megszakítjuk a műsorunkat, megint iszunk egy üdítőt, aztán jövünk vissza, és nyomjuk a dühítőt. Köszönjük szépen! Ne menjetek el messzire, mert ez rövid. Ez hány perces? Ez ne menjetek el. De csak ő menjen el. Gentlemen, már is itt vagyunk, köszönjük szépen a türelmeteket, mindenki ivott egy picit, és már is folytatjuk a kívánság műsorunkat, ezt a kettő dalt, ami még hátra van kedves Robiektól, úgyhogy nagyon szépen köszönjük így is, hogy itt voltatok, fantasztikus hangulat volt, és köszönjük szépen az újdonsült két táncos párunknak is, hogy voltak olyan kedvesek, és bejöttek táncolni nekünk, Isten királyok vagytok, köszönjük szépen. Tehát András Banda, Banda András kért egy számot, szeretném kérni Karing Szume Pirau című számot egész diktévés nézőknek, és reméljük nem fog megszűnni a csatorna, nem fogunk megszűnni, hajkatok fog múlni. Don Négu Fruzsi, annyit mondjál már be, légy szíves, hogy mondas már be, légy szíves, hogy Négu Kalocsáról küldené visszafelé Jessica-nak sok szeretettel, és üzeni, jó a füle, nem csak a fara. Hí, de király vagy! Nem tudom, ez figyelj, ez nagyon jó. Nem csak a füled jó, hanem a farod is. Jessica, nem csak a füled, hanem a farod is jó. Köszönöm szépen. Ott van a kiírás, kedves nézőnk. A cseteseinknek Gino Farkas, Suha Renato, Horváth Gusztika, Orsós Miklós, Robert Báró, Szili Szilveszter, Laci Orsós, Szenátor. És nektek is küldjük, nektek a következő számot, az utolsó előtti számot, Dögös Robitól, hát képzeld el, most már muszáj így bemondani az emberek nevét, mert egyszerűen annyit kértek, hogy megzavarítottátok a nézőket. Még ilyet? Visszaírt a Jessica. Jessica visszaírt. Igen, köszönjük szépen. Másoljuk minden. Jessica, figyelj, neked szól, hogy nem csak a fület, hanem a farod is nagyszerű, vagy jó. Erre mit szól, mit írtál te? Ez most egy perc alatt, nézzétek meg, ez mind, ez most. Ez most egy perc alatt ennyit kértek. Oda néz, és meg azóta is jön. Oda néz. Jaj, mit csináltatok ti itt nálunk? Akkor ez rekord, nem? Hát ez kb. Rekord, ez viccen kívül mondom nektek. Jessica császár, hogy rohadjál el, te köcsög, végem van tőled, te buzger. Ennyi.
Ez egy piros 18-as karikát, akkor most gondoljátok el, itt van a karika. Itt. Nem, az ORTT-nek, hál' Istennek semmi közünk, ők sincsenek hozzánk semmi közünk. Az ORTT-nek csak akkor lenne köze a Dik TV-hez, hogy az ORTT megengedné, hogy a Dik TV hivatalos frekvenciát vásárolhasson 150 millió forintért, hanem többért, és akkor televízióként tudnánk üzemelni, igazi hivatalos televízióként, de ezt elnézhetitek nekünk, majd leszünk egyszer ilyen televízió is, de most ezt most megengedhetük magunknak. Úgyhogy Jessica, meg tudlak érteni, erre egy válasz volt. Köszönöm szépen. Karin Szóme, Pirám Szelulú, ugye, Bárom. Küldjük mindenkinek az utolsó előtti számot. Robikám, hadd szóljon! Hadd szóljon az egész küldőnek és az egész szenátor családnak, Domovára, és az öcsémnek, a Szilveszenek és a családjának, Tambak elé. Hadd szóljon! Ma
Legyetek szerencsések, támbaktani! Köszönjük szépen, hátul megy nálunk az óriási parti, mindenki bolondozik, mindenki táncol, és köszönöm szépen, az utolsó számot jelentem most be, kedves diktévés nézők, Farkas István, szeretném küldeni Menni, menni, muszáj menni című számot Farkas lyukba, barátaimnak, Dávidnak, Gergőnek, Daninak, Boginak és legfőképpen Áginak. Fanni nagy is kért egy számot, sziasztok, Magyar Csanádra, Misi sógoromnak szeretném küldeni, Dögös Robitól Menni, menni, muszáj menni című számot küldi, Csabi és keresztlánya Jász, Forgács Georgina, Georgina, sziasztok, szeretném kérni Zalagerszegre testvéremnek a Menni, menni, muszáj menni, jaj, ezt a számot, és ezzel a számon búcsúzunk tőletek, és képzeld el, az előbb olvastam most a cseten, azt írta Izraelből egy lány, Silkman, meg nem mondom a nevét, Silkman, de mindegy, az a lényeg, hogy mindegy, hogy mi legyen, csak Dögös Robi legyen, és Izraelbe az összes izraeli cigánynak. Köszönöm szépen, akkor szól mindenkinek a szám. Természetesen, kedves nézőink, jövünk még vissza hozzátok a héten többször is, nézzetek minket, nem fogunk remélhetőleg megszűni, kérjük szépen a támogató videókat, kérjük szépen jelezzétek felénk azt, hogy mennyire sokan szeretitek a Diktévét, azért, mert ezzel tudunk gyakorolni nyomást a kormányra és mindenféle olyan támogató szervezetre, aki pénzeket osztogatnak, főleg Európa Uniós pénzeket, üzenünk innen a Norvég Civil Támogatási Alapnak. Képzeljétek el, az történt, igen, természetesen, hogy 16 nyertese van a Norvég Civil Támogatási Alapnak, aztán odaírtak nekünk egy kedves levél kíséretében, hogy 17-nek behozták a Diktévét, nagyon örülnek nekünk, nagyon jó, nagyon király minden, de már 17-nek a Magyarország első online cigány televízióját már nem voltak képesek támogatni. Gyakorlatilag ez a helyzet, de erről majd később hosszasan, bővebben nálam sokkal, de sokkal képzettebb és okosabb emberek fognak erről beszélni, de mindegy, ez a lényeg. Tartsatok ki mellettünk, a héten még jövünk vissza hozzátok egy csomó műsorral, úgyhogy nézzetek minket, kövessetek minket, és kedves Robi, természetesen kérhez te is utoljára. És ezt a számot szeretném küldeni Kaposvár a komámnak, a buzgó komámnak, az anyosomnak, Kaposomnak, a buzgóimnak speciál, a keresztjomnak, a Ricsikének, és a Nikónak, és az egész családomnak, kivétel nélkül fogadják a drága jó híres, a zenész, Dögös Robiuktól nagyon-nagyon sok szeretettel, és Magyar Családra hadd szóljon a Csabi kérésére, a Misi komájának és a családjának. Támbaktári Roman és a Vali. Köszönjük szépen, és még szeretnék küldeni egy számot. Elment a kép, elment a hang. Megvagyunk. Jaj, majdnem megijedtem, ideg összeroppanást kaptam. Jaj, kedvesek, ne csináljátok ezt velem. Giulio, Nakarabar, korán reggel, később Vorbiszáj. De most testvérem, inkább figyelj oda, mert ne hozzám a szívba, van így is elég bajunk. A mered Gyuri után nem kell egy mered Szilvási, köszönöm szépen. Jó, ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim, kedves barátaim, az utolsó számmal búcsúzik tőletek Dögös Robi és kedves zenekara, köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok, nézzetek minket, jövünk vissza, menni, menni, muszáj menni! Menni, 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 muszáj menni, családomat eltartani a családom szólni tévén. Hogyha nem fogok kézen élni, mit fog a magikám hozzászólni. Csai menni, 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 muszáj menni, állj a Robikámat eltartani. Fiam, hogyha nem fogok kézen élni, mit fog a családom szólni tévén. Fog a családom szólni. Csai, menni, 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 muszáj menni, állj a családomat eltartani. Hogyha nem fogok kézen élni, mit fog a magikám hozzászólni. Szeretlek kincsem. Hogyha nem fogok kézen élni, mit fog a családom szólni. Kirítusztam az ujjadra, gyémakó vele egy kirakva. Magikám úgy szeretlek, én tégedet, jobban, mint az életemet. Ez az igazság. Magikám úgy szeretlek, én tégedet,
jobban, mint a zöld szemem. Jaj, meli, meli, muszáj menni, állj a Robikámat eltartani. Robikámat te nem fogok kézen élni, csinni fogsz, fiam, te nagyon jó élni. Mit fog a családom szólni? Álom, hát álom, 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 köszönjük szépen! A két táncos kérem szépen ide be a stúdióba hozzám, szeretném nektek bemutatni. Még nem megyünk el, annyira sok dalt kértek, hogy még lesz még egy leadás, képzeld el. Nem úgy van, szóval. Szervusztok, sziasztok, pacsizzatok le a többiekkel, ma együtt muzsikáltatok. Szia, Dögös Robi! Dögös Robi! Dögös Robi! A kedves Dezső, Kótai Dezső és kedves Kótai Timike, gyertek ide mellém, legyetek olyan kedvesek. Sok sovány cigány kishelyen is elfér, ide gyere, drágám. Így. Igen, köszönöm szépen, meg te meg úgy, jó, nagyszerű. Hogy éreztétek magatokat? Nagyon jól. Jó szórakoztunk. Igen, jó tánc, jó volt minden. Jó volt minden. Szeretett május elsejét? Nagyon. Jók a programok? Nagyon jók. Köszönjük szépen. Ezt nem bírtam ezt a poént kihagyni, azért, mert Timike föladta nekünk itt a leckét, olyat mondott, hogy amire csak ezt tudtam így most elsütni. Gondolom, nagyon sokan értitek a poént. Azt szerettem volna nektek mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok visszajelzést kaptatok, rengeteg pozitív visszajelzést kaptatok, és mondok nektek ilyen számadatokat, és nektek is nagyon fontos, fiúk. Képzeljétek el, kedves diktévés nézőink, a héten az elért emberek száma 398 ezer, közelítette a 400 ezret. A kattintások száma elérte a 49 ezer valahány százat, ha jól emlékszem. Mindjárt, ha gondoljátok, mondok pontos elve. 48.295, köszönöm szépen, Fruzsi, ami csak a héten, ez a kattintások száma, tehát majdnem 50 ezeren kattintottak rá, és majdnem 400 ezer volt az elérések száma, 400 ezer, gondoljátok el, és most már a kedvtelések száma is, tehát amikor lájkolják az oldalt, az eléri a héten a 22. ezret, tehát 22 ezer, ezért nagyon fontos, hogy a Dik TV-t ennyire sokan nézitek, úgyhogy ilyen rendszerben még többet, nektek is nagyon szépen köszönjük, hogy hozzájárultatok így a Dik TV népszerűségéhez, mert igazság szerint a Dik TV a cigányságnak szól, ti meg a cigányok vagytok, ti meg velünk vagytok, úgyhogy minden nagyon nagy király. Köszönöm szépen, egy pacsit kérek szépen, köszönöm Timike, ők egyébként testvérpár, még mielőtt nagyon sokat gondolnátok. A fiú szingle egyébként most akar nősülni. Szereti az alig használt 48 éves fogatlan asszonyokat. 50. Tudtam, és lehetőleg három mellé legyen, tehát minden. Igen, köszönöm szépen. A kislány meg még nem megy férhez, még érettségiznie kell. Köszönöm szépen. Ennyi. Köszönöm szépen. Kedves Robi, még az utolsó számot, ti meg táncoljatok még egyet, ha akartok, örülködhettek egyet. Köszönöm szépen, a stúdióból fáradjatok ki, menjetek a színpadra. És Robi, ez lesz az utolsó szám, bocsánat, mert annyira sokat kértek, hogy ráadást kell játszanatok. Okay. Most már viszont olyat játszatok, ami nektek a szíveteknek kedves. Amitől megadultok, és hagyjál be tengem is. Hát te még azt mondod, hogy nincsen
Király vagy te, jaj! Hopp, 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 Aromák köz király lenne jár, háj, te mirá. Yes! Háj! Azt mondják, hogy nincsen cigánynyáron. Azután, a Demes Robi egy nagyon lássasában. Gyeretek, sárcsésekkel takarék! Mindig Robi mondja neked, szeret a Pisti, de nagyon téged jár. Sávó! A csillagok, a sutoknak, a dögös Robikámnak nincsen párja. Jaj, jaj, te mirád! Jaj, mindig Robikám adott nékem, szeret az apukád szívőből téged. Jaj, jaj, te mirád! Csipopipó! Jegyetek szerencsések, Tavébak Kari! Szasztok, vaktál a Tavész! Köszönjük szépen, hölgyem és uraim, kedves barátaim! Találkozunk a jövő héten egy másik kedves zenekarral, a meglepetés nem mondjuk el. Pénteken kívánságműsor, lesz mindenféle egyéb műsorunk. Parancsolsz? Keresztény adásunk is lesz. Várunk benneteket holnap is, holnap után is, és minden nap is. Köszönjük szépen! De Teking 5000, Zor Szasztimó, Dögös Robi, Tavesz Baktáló, mondjátok meg a Timikémnek, hogy mellettem érettségizhet akar. Timi, Norbi Tüdő. Norbi Tüdő B, ez a kedves neve. A Timi iskolába fog érettségizni. Sziasztok, várunk benneteket a következő adásunknál. Sziasztok, szevasztok, kedves zenekar! Sziasztok! Ti is integesetek a diktévéségnek! Sziasztok! Hello, hello! Szia, tesem! Sziasztok! Taven baktál-e? Nem baj az! Csak érted, miért fáj még mindig, amit tettél én velem? Szemeidnek ragyogását nem látom, összetörtél minden elmód, mégis hiányzó. Dagadom, ami volt, hazudik az, ahol magam vagyok, messze távol, csak a dalom szól. Tagadom, ami volt,
hazudik az a hód. Magam vagyok messze távol, csak a dalom szól. Pernyó mennyi, muronyiló az fénszá. Kána gínyi nem pétute, nájm is to mennyi. Múder iszmár, gyesukáre a kénszá. Andre dikjo mende lende, daj hazájo me. Garu vám so žanám, na žanám te prenám. Na janel que penal e a barão que erguiro vem o rodinho. Adela Buchera Sostar Pabona Samenge Butkale Raja Hoja Ipo Kiki del Chiro Ilo Ande Tute Nai La Javo Nichi Kamipo Dagadon Amigo Azudik Azaho Magam vagyok, messze távol, csak a dalom szól. Tagadom, ami volt, hazudik az ahol. Magam vagyok, messze távol, csak a dalom szól. Garubám szó zsanám, ne zsanám te penám. Hiába rám kérgi, rovem urodi. Hiába rám kérgi. Rovem urodím.